Országos szinten a végletek évét élték 2021-ben a méhészek. Míg egyes területeken rekordmennyiségű mézet pergethettek a szakemberek, addig az ország más vidékein szinte üresen álltak a kaptárak, az akác és a hárs ugyanis nem mézelt. Kis kiterjedésű országban ilyen végleteket csak ritkán tapasztalnak méhészek. A természet azonban reményt is adott, sok helyen beindult az akác másodvirágzása, és később a repce és a napraforgó termés is kielégítették. Az idén is elég komoly, sokan megkongatták a harangot, hiszen a tavaszi fagyok nem tettek jót, különösen az akásznak. Ennek ellenére egy igen érdekes folyamat volt ebben az évben, ugye másodvirágzás volt, és 3 hétre a tartalék ügyekből az akász újra tudott virágozni, és igazából bő termést tudott adni a méheknek, illetve elegendő virágportot, nektárt szedtek, gyűjtöttek össze. Utána a repce is kompaktan ment le, tehát 14 nap helyett 10 napot levirágzott, de folyamatosan volt elegendő virág a méheknek. Ebben az évben, ha nem is rekordot, de egy mély szakadék után egy stabilizálódó piacon sikerült a mészeknek megkapaszkodniuk. Hazánk az Unió 3. legnagyobb méztermelője, a hazai méhészetek körülbelül 1,2 millió méhcsaládot tartanak. Az ágazat komoly erőket mozgatott meg azért, hogy a méh sűrűség az Unióban a jövőben is Magyarországon legyen a legmagasabb, azaz 1 négyzetkilométerre továbbra is 12 méhcsalád jusson. A beporzó rovarok kulcsfontosságúak a biológiai sokféleség megőrzése, a klímaváltozás elleni küzdelem és a mezőgazdasági termelés fenntartása miatt is. A méhészeti ágazat nélkül nincs erős agrárium. Az Unióban évente átlagosan megtermelt 250 ezer tonna mézből Magyarország közel 10%-kal veszi ki a részét. A méz rendkívül egészséges élelmiszer, természetes antibiotikum, vitaminok és ásványi anyagok tárháza. Ezért is fontosak a hazai mézkampányok és a méhészek célzott támogatása, hogy általuk növekedjen a belföldi mézfogyasztás. Utóbbi komoly lemaradásban van az egyfőre vetített évenkénti 1,7 kg-os uniós átlagtól. Figyelni kell arra azonban, hogy a fogyasztók csak is jó minőségű termékeket válasszanak, ugyanis megjelent a piacon az Ázsiából származó felcukrozott, felhígított áru is, ami gyakran megtévesztheti a vásárlókat a boltok polcainál. Ennek elkerülése érdekében érdemes helyi termelőktől megvásárolni a jó minőségű mézet.